Köszöntöm nézőinket, a Paksi disputát látják. A Gazdasági és a Magyarországi Nemzetiségek Bizottsága után a Költségvetési Bizottság tagjai kaptak közvetlen tájékoztatást a Paks 2 projektről. A képviselők kérdéseire az atomerőműben tett látogatás után Süli János miniszter, Aszódi Attila állam. A jelenlegi blokkokhoz hasonlóan műszaki és biztonsági szempontból is a világ élvonalába tartozó blokkokat fogunk építeni, mondta a Parlament Költségvetési Bizottságának Pakson tartott kihelyezett ülésén Süli János. A miniszter a bizottság tagjait részletesen tájékoztatta a Paks 2 projekt aktualitásairól, az atomerőműben és az építési területen tett látogatás során, majd a bizottság ülésén. Örülök annak, hogy a Költségvetési Bizottság ülése lehetőséget adott arra, hogy egyébként számos kérdést sikerüljön tisztázni. Egy tisztességes tájékoztatást kaptunk, bár sok vita maradt még, láthatóan van miről még beszélnünk. Éppen ezért akár a megtérülés, akár a társadalmi tájékoztatás vonatkozásában, de a mai napot azt én eredményesnek tekintem. Süli János azt mondta, az ország ellátás biztonsága érdekében szükség van az új paksi atomerőművi blokkokra. Magyarország csak így tudja garantálni, hogy szén-dioxid kibocsátás nélkül, időjárástól függetlenül, biztonsággal rendelkezésre álljon a lakosság és a gazdaság ellátásához szükséges villamos energia. A kivitelezés a szükséges engedélyek birtokában kezdődhet el, ennek során és a majdani üzemeltetés alatt a biztonság minden más szempontot megelőz. Mindenkor elsőbséget élvez a nukleáris biztonságnak a betartása. Ezt tartjuk mi szem előtt, műszaki emberként ezt tudjuk szem előtt tartani, és persze törekszünk a lehető leghamarabbi megvalósításra. A Paks 2 Atomerőmű ZRT kommunikációs igazgatója a tájékoztatási munka kapcsán elmondta. A Paks környéki településeket az engedélyezés során személyesen keresték fel, a fontos mérföldköveknél országos tájékoztatást végeztek, az atomerőmű látogatóközpontjában Paks 2-es információs sarok érhető el, az interaktív kamion pedig házhoz viszi az információt. Mitler István a miniszter felmentésével kapcsolatban felröppent hírre azt mondta, álhírről van szó, ezért a továbbiakban ezzel nem kívánnak foglalkozni. Ezt később a kormány szóvivő is megerősítette. Mint Lenke István vezérigazgató és Mitler István kommunikációs igazgató válaszoltak. A budapesti Portfolio Energy Investment Forum 2018 konferencián tartott előadást a Paks 2 beruházás aktualitásairól Aszódi Attila, a paksi atomerőmű kapacitásának fenntartásáért felelős államtitkár. Többek között kitért a Dunával kapcsolatos kérdésekre is, hiszen az idei évben többször fogalmazottak meg A klímaváltozás limitálja a széntüzelésű erőműveket, ami komoly kapacitáshiányt fog okozni Európában, fejtette ki Aszódi Attila egy budapesti konferencián tartott előadásában. Energiapolitikai vita zajlik most is az Európai Unión belül, és azok a döntések, amik mind a brit Hinkley-Poincy atomerőmű, mind pedig a Paks 2 atomerőmű építésével kapcsolatban állami támogatási ügyben születtek, ezek meghatározó jelentőségűek mind az európai jog értelmezése tekintetében, mind pedig az energiapolitikai célok teljesítése tekintetében. Nagyon nagy hasonlóság van a magyar villamos energiarendszer és a brit rendszer között. Látjuk azt, hogy a régióban nagyon sok öreg erőmű van, elsősorban fosszilis tüzelés, és erőművek, amelyeket le kell majd állítani. Tehát egyértelműen egy átalakulás folyamatában van ma az európai villamosenergia rendszer, és ebben a folyamatban, hogy hogyan lehet egy olyan nagy projektet megvalósítani, mint egy atomerőműnek az építése, ez látjuk, hogy nem csak nekünk izgalmas, hanem nagyon sok európai ország energiapolitikai, villamosenergetikai szakembere érdeklődik ez iránt a téma iránt. A magyar villamosenergia rendszer kapacitás hiányos állapot felé tart, új erőművekre van szükség, melynek egy fontos szelete a Paks 2. Ahhoz, hogy a magyar rendszer biztonságosan, tartósan működni tudjon, ahhoz szükség van alaperőműre, és egyébként ez is nagyon-nagyon fontos, ugye mi egy nagyon hosszú vitán vagyunk túl az Európai Bizottsággal, különböző szakemberekkel, zöld szervezetekkel, kormányokkal, ausztrák kormánnyal, más kormányokkal. Nagyon hosszan vitatkoztunk arról, hogy Magyarország hogyan képzeli el a villamos energia ellátását. Egyrészt abban erősített meg bennünket az Európai Bizottság, hogy jogunk van a saját energiapolitikánkról, a saját energiamixünkről magunk dönteni. Másrészt pedig megerősített bennünket az Európai Bizottság abban, hogy igenis szükség van
alaperőművekre ahhoz a rendszerben, hogy ez az ellátásbiztonsági szempont érvényesíthető legyen, és ehhez pedig jogunk van és lehetőségünk van atomerővet alkalmazni, hiszen ilyenek az ország adottságai. Az IPCC tanulmány szerint az atomenergia 10%-os részesedését meg kell tartani globálisan, annak érdekében, hogy a 1,5 Celsius fokos felmelegedésnél meg lehessen állítani a folyamatot. Különböző energiahordozók egyszerre kellenek a rendszerben ahhoz, hogy a rendszer maga működőképes maradjon minden körülmények között. Az alapengedélyek közül rendelkezésre áll a telephelyi és a környezetvédelmi engedély. A következő nagyon fontos feladat a létesítési engedély megszerzése. A felvonulási területen megkezdődtek a munkálatok. Egyrésztről bizonyos ott lévő élőlényeknek, növényeknek, állatoknak a kimenekítése, átörökítése a jövő számára, másrésztről pedig ugye zajlik már egy transformátorállomás építése, rendelkezésre áll két épületnek az építési engedélye, ez is el fog indulni. A Dunát illetően Aszódi Attila hangsúlyozta. Még a minimális vízhozamnál is kellő mennyiségű víz jött a hűtéshez, a vízhozam tekintetében nem volt probléma. A vízállás a szivattyúk telepítése miatt fontos kérdés. Trendek tekintetében a szükséges elemzések már korábban elkészültek, és ezek az elemzések azt mutatják, hogy az évszázad végéig akár egy méternyi medermélyülés is lehet még a Paksi szelvényben a Dunán, és ennek következtében a Paks 2-nek a szivattyúit jóval mélyebbre kell elhelyezni, mint a Paks 1-nek a szivattyúi jelenleg vannak. Ezzel akarjuk azt biztosítani, hogy a hűtővízhez az új blokkok egészen az évszázad végéig biztonsággal hozzá tudjanak férni. Paks 2 környezetvédelmi engedélye összhangban a jogszabályokkal rögzítette azokat a feltételeket, amiket be kell tartani az új blokkok tervezése, működtetése és üzemeltetése során a vízhőmérséklet kapcsán. És politikusok részéről a vízhozam, vízhőmérséklet és a vízszint kapcsán. A követendő európai példa Paks 2 címmel tartott előadást Hárfás Zsolt energetikai gépészmérnök Budapesten. A szakember előadása során kitért az import. Az Energiapolitika 2000 társulat által szervezett rendezvényen tartott előadást a követendő európai példa Paks 2 címmel Hárfás Zsolt, az atombiztos.blogster.hu oldal szerzője. A mérnök előadása során elmondta, egyre nagyobb az import részarány a villamos energiafogyasztás tekintetében. A tavalyi évben volt olyan időszak, amikor az import mértéke elérte a több mint 50%-ot. Nagyon fontos azt látni, hogy hazánk évek óta nagyon súlyos kihívással szembesül, ez pedig abból áll, hogy már évek óta csak nagy részarányi import energia segítségével tudjuk ellátni a hazai villamosenergia fogyasztókat villamosenergiával. Ez az import részarány 2017-ben 30%-ra emelkedett. Ez pedig már alapvetően ellátásbiztonsági és nemzetbiztonsági kockázatokat is hordozhat önmagában, hiszen nem tudhatjuk, hogy ez a most még rendelkezésre álló import villamosenergia meddig is milyen áron állhat rendelkezésre. Éppen ezért Magyarországnak az az alapvető érdeke, hogy a hazai villamosenergia fogyasztókat a jövőben hazai erőművek által lehessen ellátni villamosenergiával, ennek pedig alapvetően az egyik pillére a Paks 2 atomerőmű megépítése. Hárfás Zsolt előadásában kitért a németországi energetikai helyzetre. Az atomerőművek fokozatos leállításával Németország politikai döntést hozott 2011-ben. Németországban azt látjuk, hogy nem tudják teljesíteni a klímavédelmi céljaikat, ellátásbiztonsági gondok is jelentkezhetnek, toronymagasak a villamosenergiárak. 2018. szeptemberében például Berlinben közel átszámítva 99 forintba került 1 kWh villamosenergiára, ez pedig alapvetően annak köszönhető, hogy a német megújulókat nagyon súlyos euró 10 milliárdokkal kell éves szinten támogatni, annak érdekében egyáltalán működni tudjanak. Az atomerőművek villamos energiatermelésből való kivezetése és a megújulók egyre nagyobb térnyerése miatt a német rendszerben továbbra is nélkülözhetetlenek a folyamatos villamos energiatermelésre képes szénerőművek is, amelyek üzemeltetéséhez nagy mennyiségű szénre van szükség. Továbbra is nagyon nagy részarányban támaszkodnak a német szénerőművekre, ennek érdekében pedig falvakat rombolnak, pusztítják a természetet, templomot rombolnak, sőt még temetőket is felszámolnak annak érdekében, hogy a helyén szénbányát nyissanak. Az európai erőműpark jelentős része 2030-ig ki fog esni a villamosenergia termelésből, ami jelentős kapacitáshiányt és villamosenergia árnövekedést eredményezhet. Egyre több ország ismeri fel,
Atomenergia nélkül nem lehet megfelelni a klímavédelmi, az ellátásbiztonsági és a versenyképességi céloknak, hangsúlyozta Hárfás Zsolt. Magyarország nemzeti érdeke az, hogy a fogyasztókat alapvetően hazai erőművek által megtermelt villamosenergiával lehessen ellátni. Az elmúlt években összesen 6 uniós zöld lámpát kapott a beruházás, melyek azt igazolják, hogy Magyarország kormányának felelős és szuverén döntése a Paksi 2 új blokk megépítésével kapcsolatban szakmailag helyes és indokolt, továbbá az európai jognak is megfelelő döntés volt. A németországi energetikai helyzetre és Paks 2 jelentőségére. Az Országos Atomenergia Hivatal javaslatára egy új radioaktív hulladék kategória, a nagyon kis aktivitású radioaktív hulladékok osztálya került bevezetésre. A nemzetközi ajánlások alapján létrehozott új kategória igazi előnye a jelenlegi blokkok leszerelésé. Az Európai Tanács egy új irányelve elvárta, hogy a kiégett kazetták és a radioaktív hulladékok kezelésével kapcsolatban egy nemzeti programot dolgozzanak ki az országok, amit Magyarország kormánya megtett és 2016-ban elfogadott. Ez már előrejelezte ennek a hulladék kategóriának a bevezetését, és 2018-ban ennek köszönhetően egy kormányrendelet módosítással bevezették a nagyon kis aktivitású radioaktív hulladékok osztályát. Lázár István, az Országos Atomenergia Hivatal tároló létesítmény felügyeleti főosztályvezetője elmondta. Egyelőre igazi változást nem hoz, csak annak lehetőségét teremti meg, hogy ezeket a hulladékokat külön gyűjtsék. A gyakorlatban jelenleg ennek a hulladéktípusnak az elhelyezése, kezelése a meglévő 2 hulladéktárolóba történik. Ez inkább hosszú távú lehetőséget ad arra, hogy a későbbiek során külön erre a célra létesített hulladéktárolót fejlesszenek, illetve üzemeljenek be. Az atomerőmű leszerelésekor fog nagy mennyiségben ilyen típusú hulladék keletkezni. Az előrejelzések szerint több mint 22 ezer köbméter olyan építőszerkezeti elemekre, betontörmelékekre, fémhulladékokra lehet gondolni, amelyek ugyan radioaktív módon szennyezettek, de mégsem annyira, hogy a kis és közepes aktivitású vagy mélységi hulladéktárolóba helyezzenek. Megfelelő számukra egy felszíni elhelyezés, ami rövidebb távon biztosítja ezen hulladékok elszigetelését. Nyilvánvalóan akkora érdemes lesz már egy ilyen hulladéktárolóval rendelkezni az országnak, ahova ezek a hulladékok a jelenleginél olcsóbban kerülhetnek elhelyezésre ugyanolyan biztonsági szint megtartása mellett. A radioaktív hulladékokat kezelő KFT a felelős az országban minden radioaktív hulladék kezeléséért, így az új kategóriájú hulladék kezelésének feladata is hozzájuk fog tartozni. Kis mással hangzó torlódás. Belágazódáshoz érkeztünk. Oroszországi delegáció látogatott Paksra, a testvérváros Novovoronyezsből érkezett küldöttség szakmai programon vett részt, meglátogatták a Paksi Gyógyászati Központot, továbbá előadást tartottak az orosz vendégek a tej... A Novovoronyezsből érkezett küldöttség szakmai előadását Paks polgármestere nyitotta meg köszöntőjével, aki kiemelte fontosságát a tapasztalat cserének. Hogy miért fontos? Hát természetesen azért, mert Novovoronyezsben is ugye pont most érnek a végére 2 új blokknak a kialakításához, kivitelezéséhez, és hát jelentős tapasztalatokkal rendelkeznek már ottani vezetők azzal kapcsolatban, hogy milyen feladatokat kell megvalósítani egy atomerőmű beruházás kapcsán a befogadó városban. Hát igazából ugye az előadásnak is az a célja, a címe is, hogy a városfejlesztés a már működő atomerőművek környezetében Oroszországban. Szabó Péter szerint az ilyen kapcsolatok segítenek megismerni, más település milyen városfejlesztési stratégiát alkalmaz egy atomerőmű beruházása kapcsán. Nagyon jó gyakorlatokat, nagyon jó tapasztalatokat fogunk hallani, azt illetően, hogy hogyan is történik a városfejlesztés. Szabó Péter elmondta, jövőre Paks képviselete utazik Novovoronyezsbe, mivel az együttműködés és tapasztalatcsere folyamatos a két város között. Larissa Kartasova, a Novovoronyezsi Rehabilitációs Központ vezetője tartott előadást, a náluk alkalmazott lehetőségekről annak érdekében, hogy a dolgozók egészségét megőrizzék és javítsák. A dolgozóiknak nem kell messzire utazni, nem kell megszakítani munkát. Ez azt jelent, hogy a munkaidő után ugyanezek az összes kezelések meg tud kapni, mert a rehabilitációs központ 24 órában működik. Svetlana Csurilova, a Rosenergoatom kommunikációs vezetője hangsúlyozta. Fontosnak tartják a nemzetközi szintű együttműködést, informálást, hiszen az atomenergiában érintett országok összetartása jelentős szerepet játszik,
az atomerőmű és környezetének sikerességében. Három városfejlesztési típust ajánlott, bemutatta, hogyan lehet a mezőgazdaságot, turizmust, szabadidő eltöltési lehetőségeket megfelelően fejleszteni. Bálint József a TEIT elnökeként vett részt a szakmai napon, aki érdekesnek találta a városfejlesztési mintákat. Nagyon meglepő volt, hogy milyen város kategóriákat alakítottak ki a fejlesztésre, tehát maga azoknál az orosz városoknál, ahol atomerőmű működik, és ugye rájött a Rosszatom, hogy ő nélkülük nem megy, és a város fejlesztés is csak ővelük együtt mehet, és ezekre dolgoztak ki különböző szisztémákat, és ugye Csorikó asszony ezt ismertette, gyakorlatilag négy kategória volt, és ebben a négy kategóriából az egyik, hogyha nem csinálnak semmit, hanem csak hagyják, hogy a dolgok spontán menjenek, amivel nem szabad foglalkozni, és három olyan kategória, város kategóriát, amely véleményem szerint itt a kistérségben is bizonyos adaptációval használható lehet, majd az atomerőmű bővítése, illetve az együttműködés során az atomerőmű és a TEIT között. Mestereinek, Paksváros megjelent vezetőinek, Paks 1 és Paks 2 képviseletének. Pályaorientációs napot tartott az ESZI, három helyszínen nyújtottak információt, ezzel segítve a fiatalok döntését. Az általános iskolások tájékoztatást kaphattak az ESZI képzéseiről, a szakgimnázium tanulói pedig az egyetemek képviselőitől tudhattak meg többet továbbtanulásra. Az ESZI intézmény fenntartó és működtető alapítvány 2001 óta az alapító Paksi Atomerőmű támogatásával igyekszik mindent megtenni azért, hogy az intézmény egyre jobb lehetőségekkel képezze az itt tanuló diákokat. Horvátné Szűcs Marianna elmondta, a 33 éves intézmény egyre jobb eredményeket ér el a különböző kiadványok ranglistáján, a szakgimnáziumok során rendszeresen dobogós eredményeket érnek el. És ehhez adunk hozzá mi, intézmény fenntartó és működtető alapítvány, olyan pénzügyi hátteret, az alapító Paksi Atomerőmű támogatásával, a kuratórium stratégiai döntésével, amely által létrehozhatják ezeket a jó dolgokat. Horvátné Szűcs Marianna elmondta. Az ESZI-ben végzett diákok jó véleménnyel és sikeres továbbtanulásról elhelyezkedési lehetőségekről adnak visszajelzést. Hogy érdemes idejönni, hiszen az alapítvány iskolák rangsorában megint méltó helyen szerepel az ESZI. Ha pedig azt nézzük, hogy hogy érzik magukat a diákok, akkor érdemes fölmenni a www.esi.hu honlapra, megnézni, hogy a tanulmány eredményeken kívül mi preferáljuk a sportéletet, hogy egészséges, harmonikus diákok menjenek el tőlünk, és ők a munkaerőpiacon azonnal tudjanak dolgozni. Az ESZI pályaorientációs napján a szakgimnázium épületében az általános iskolásoknak mutatták be a választható 6 területet, egy-egy játékos bemutató kíséretében. A gépészet, informatika, elektronika, ügyvitel, közgazdaságtan és mechatronika szakokat. Inkább a gépészet ágazatai érdekel engem, az ESZI-ből az atomerőből szeretnék tovább tanulni, édesapám is ott dolgozik. Én egy nagyon jó felszerelt iskolának tartom az ESZI-t. Kovácsné Pál Krisztina, Bezerédi általános iskola igazgatója a pályaorientációs napon azt mondta, a gyermekekben általában már korábban megfogalmazódik egy elképzelés, milyen irányba szeretnének tovább tanulni. Az ehhez hasonló napok azért fontosak a diákok számára, mert kérdéseiket feltehetik, megerősítést szerezhetnek döntésükben. A többi iskolától eltérően mi már októberben megkezdjük a beiskolázási programokat. Októberben szülőértekezletet tartunk, amelyen mind a tanulók, mind a szülők részt vehetnek, és meghívjuk a környékbeli összes iskolát, amelyek tapasztalataik szerint a leginkább megcélzottak a tanulóink által. Ezért ez a dolog már nem újszerű, a megfogalmazott kérdéseket a tanulók már korábban feltették, itt egyes iskola látogatások során inkább megerősítést nyernek. A főiskola épületében az egyetemek ismertették képzési repertoárjukat. A sportcsarnok épületében pedig a környékbeli cégek mutatták be munkahelyi kínálataikat. Az ipari vállalatok kapkodnak az itt végzett diákokért. Mitler István, az alapítvány kuratóriumának elnöke fontosnak tartja az ilyen komplex napokat, hiszen első kézből kaphatnak információkat a diákok. Gyakorlatilag arra is lehetőség nyílik itt a nyolcadikos gyerekeknek, hogy azt meg tudják nézni, hogy ha végeznek, akkor milyen lehetőségük lesz a továbbtanulásra, illetve milyen elhelyezkedési lehetőség van. Paks 2 is tervezi a jövőben, hogy azokat a felsőfokú tanulmányaikat folytató diákokat, akik a régióból származnak, azokat tanulmányösztöndi valamely formájában még a tanulmányaik során támogassa,
gyakorlati helyet biztosítson, továbbá állás lehetőséget kínáljon azok részére, akik a szerződésben foglaltaknak és az elvárt tanulmányi eredményeknek megfelelnek. Még az őszi szünetet megragadva szervezett programot gyermekeknek az Atomenergetikai Múzeum az elektromosság témakörével ismerkedhettek meg a jelenlévők egy fizika show keretében. Az őszi szünetben szervezett fizika show alatt ismerkedhettek meg az Atomenergetikai Múzeum új eszközével, a Tesla tekercsel a gyermekek. A több mint 60 jelentkező kifejezetten lebilincselőnek találta Krizsán Árpád múzeum pedagógus élményközpontú módon bemutatott fizikai kísérleteit. A mai téma az elektromosság volt. Alapvetően a dörzselektromos jelenségtől indultunk, tehát a legegyszerűbb elektromos jelenségekből kiindulva eljutottunk az egyenáramig, a váltóáramig, a váltokozó áram kapcsán transformátort és annak a tulajdonságait néztük meg. Pavlik Botond bár még tanulmányai során fizika órákon nem vesz részt, de felkeltette érdeklődését a tantárgy. Az elektromosság vezetése élő láncot alkotva volt az egyik kedvence. Hát amikor megfogtam a bácsi kezét, akkor engem megrázott, az is érdekes volt, de amikor a barátomhoz odamentem és ezt csináltam, hogy ő is jöjjön a láncba, akkor nagyon bizsergett az ujjam. A kísérleteket követően tárlatvezetésen vehettek részt a látogatók, kipróbálhatták a virtuális és kiterjesztett valóságot. A program végéhez érve a gyermekek tanulságosnak és kifejezetten érdekesnek találták a múzeum által szervezett programokat. Ennyi fért mai műsorunkba, köszönjük figyelmüket, viszontlátásra!